A nagybojti időszak végeztével mi következik a katolikus egyházban? Az egyik legnagyobb ígéret beteljesedését várjuk. A nagybőjt befejezése lezárult a keresztény közösség életében. Mostan egy második folyamat kezdődik el. Ezt úgy nevezzük, hogy nagy hét. A nagy hét az világvasárnappal kezdődik, amikor arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus, mint a világnak és az embernek a megváltója, bevonult Jeruzsálembe, és amikor ez megtörtént, akkor az emberek köszöntötték őt messiásként, szabadítóként és királyként. Ő ezt szívesen elfogadta, és megkezdi azt a cselekedetet, amit a mennyei atya vár tőle, hogy tudja előre, hogy mi fog történni itt Jeruzsálemben vele, vagyis, hogy el fogják majd ítélni, és szeretetből meg fog halni a világért és az emberekért, hogy megszabadítsa, megváltsa őket az emberi gyallóságból, keresztény tanítás szerint úgy mondjuk a bűnből és magától a haláltól. Amikor ő bevonult Jeruzsálembe, akkor az emberek pálmaágakkal köszöntötték őt, és ruhákat terítettek lába elé. Ezen az ünnepen már meghallgatjuk a liturgia előírása szerint Jézusnak a szenvedés történetét, azokat az eseményeket, ami vele történt Jeruzsálemben. Amikor erre emlékezünk, a mi egyházközségünkben, hogy még nincsenek zöld ágak, barka ágat szentelünk, és azt tartjuk a kezünkben, és imádsággal, énekkel köszöntjük Jézusnak a beérkezését Jeruzsálembe. Amikor ez az ünnepi megemlékezés véget ér, akkor jönnek a többi nagyheti napok, hétfő, kedd és szerda, amely tanít bennünket arról, hogy maga az Úr Jézus nem csak ember, hanem mint második isteni személy, és ő a tanításával igyekszik ezt bemutatni az embereknek, hogy ki is ő valójában, hogy megtapasztalják azt, hogy őt a mennyei atya küldte el arról a más életről, a természet fölötti világból, ide erre a földre, hogy elvezesse az embereket oda-vissza abba a természet fölötti világba, amely volt a világ teremtésekor. És így érkezünk el ennek a nagy hétnek a nagy csütörtök napjához. Nagy csütörtök az utolsó vacsorának az emléke. A délelőtti órában, ahol egyházmegyék vannak, annak a fővezetője, az apostol utóda püspök, a munkatársaival, azaz a papokkal egy ünnepi szentmisét mutat be, és fölhívja a figyelmet arra, hogy ez egy különleges utolsó vacsora volt Jézus életében és az apostolok életében. Ebben az ünnepi alkalomban történik meg, amit a keresztény közösség használ olajokat. A keresztelendők olajának, a betegek olajának és a krizmának a megáldása, megszentelése. És amikor ez megtörténik, akkor már ezeket az olajokat kell használni a keresztény közösségnek a liturgia előírása szerint. Esti órában
az egyház kifejezetten megemlékezik az utolsó vacsoráról. Ezen az utolsó vacsorán, ami történt Jeruzsálemben, kettő fontos dologra hívja föl a mi figyelmünket az egyház a keresztény tanítás alapján. Az első, hogy ami megváltunk, Jézus elővételezi az ő szenvedését, kereszthalálát és föltámadását, amikor is úgy rendelkezik, hogy a kenyér és a bor színében, amikor átváltoztatja azokat, itt maradt közöttünk titokzatos módon. Ezért mondotta ő az utolsó vacsorán, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, mondotta az átváltoztatott kenyére, vegyétek és igyátok, ez az én vérem, mondotta a borra. És az apostolokat megkérte, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát ettől a naptól kezdve újra és újra tegyétek jelenvalóvá ezt az utolsó vacsorát, és tanítsátok meg az embereket arra, hogy én mit is tettem, mit is cselekedtem értük azért, hogy újra vissza kerüljön a teremtett világ és az ember a mennyei atyához, és vele maradjon örökké. És ugye a keresztény közösség ettől kezdve újra és újra mindig jelen valóvá teszi ezt az utolsó vacsorát, és ezért buzdítjuk a vallásos embereket, hogy vegyünk részt ezen az ünnepi alkalmon, hiszen maga az Úr Jézus az, aki összekapcsol bennünket az ő szent testével és vérével, és táplál minket. És így erősítjük egymást, hogy igen, mi elfogadjuk és hittel valljuk, hogy ő jelen van közöttünk az eukarisztiában, vagyis az oltári szentségben, amelyet ő nyújtott nekünk ezen az utolsó vacsorán. A másik olyan cselekedet, amelyet tett Jézus, hogy amikor megvolt a vacsora, akkor fölkelt az asztaltól, levette felső ruháját, és mosdótálat hozott benne vízzel és egy kendőt, és elkezdte mosni tanítványai lábát. Jézus ebben a cselekedetével a szolgálatra való felhívást mutatja, hogy ti az én kiválasztott gyermekeim vagytok, arra kérlek benneteket, hogy ne uralkodjatok az embereken, hanem szolgáljátok őket. Aki legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen a másiknak a szolgája. És amikor Jézus megmosta tanítványai lábát, akkor utána majd ugye kimegyen a tanítványaival a Getsemáni kertbe, ahol imádkozik, amikor fölkészül arra, amire a mennyi atya küldötte, hogy szenvedni fog, hogy meg fog halni a kereszten, és természetesen majd a mennyei atya föl fogja támasztani a halálból. A második ilyen esemény a nagy hétnek a nagypéntek. A nagypéntek Jézus kereszthalálára való emlékezés. Ilyenkor a keresztény közösség, az egyház nem teszi jelenvalóvá az utolsó vacsorát, hanem csak a tanításnak a fontos elemét helyezi előtérbe, amikor is végig elmélkedjük Jézusnak az életének utolsó mozzanatát. Amikor is a leírás alapján meghallgatjuk, hogy mi is történt Jézussal, attól kezdve, hogy ő bevonult Jeruzsálembe. Már eddig is meghallgattuk, de most újra felelevenítjük, és elgondolkozunk rajta, hogy az én életemben ez hogyan mutatkozik meg. Mert igenis jelen valóvá tud válni, ha megvizsgálom az életemet, amikor én is hasonlóvá válok Jézushoz, hogy
bizony én is ugyanazt az utat járom, amelyet ő járt. És ha én gyermekének vallom magam, akkor én nem lehetek különb, hanem ugyanazt az utat kell nekem is végigjárni. És ezt az eseményt vagy olvasva, vagy énekelve lehet végezni, ezt a nagypénteki szertartásban meg van határozva. Amikor meghallgattuk mindazt, ami Jézus életének a vége fele történt, ugye, hogy szenvedett, hogy meghalt a kereszten, és eltemették, utána könyörgő imádságokat végzünk, amit a keresztény közösség állított össze, hogy ebben a cselekedetben, amit Jézus tett, mindenki részesüljön, még maga a teremtett világ is. Tehát senki nincsen kizárva abból, amit Jézus szeretetből tett az emberért. És amikor ez az imádság elhangzik, akkor utána történik még meg, hogy az Úr asztalához járulunk, hogy a nagycsütörtöki ünnep alkalmával, hogy megtörtént a kenyér és a bor átváltoztatása, amely Jézus testét vérét jelenti, és itt maradt köztünk titokzatos módon, táplálkozunk véle, hogy most én magával, a szentségi Jézussal is tudok találkozni. És az áldozással, az Úr asztalához való járulással zárul le ez a nagypénteki esemény. Tehát Jézus meghalt, elhelyezik a sírban. És ugye ez vezet bennünket a nagy hétnek a húsvéti vigíliájához, a nagy szombathoz. Amikor is azt írja elő a keresztény közösség, hogy amikor ezt a szertartást akarjuk végezni, akkor sötétedés fele kezdődjön el, és mielőtt megviratna, fejeződjön be a húsvéti vigília, nagyszombati szertartás. Ennek is megvan egy nagyon szép formája. Először is sötét a templom, és kint a hívek várakoznak a templomnak egy meghatározott területén, ahol megtörténik a tűznek a megáldása. A tűznek a megáldásáról történik meg a húsvéti gyertyának a meggyújtása. Ez egy jelképes szimbólum, amely már mutatja, hogy valami kezdődik el a keresztény hívő közösség életében, vagyis hogy a sötétség kezd megszűnni, helyébe lép a fény. Egy olyan fény, amely magától, a megváltótól, Jézus Krisztustól ered. És amikor ugye megtörtént a húsvéti gyertyának a meggyújtása, akkor elhangzik ugye az az imádság, hogy Krisztus világossága, tehát ő az, aki ugye a sötétséget megszünteti, és már mutatja a reményt, hogy van kiút ebből a sötétségből, van kiút abból, hogy az ember ne maradjon a rossz cselekedetekben, ne maradjon a bűnben, ne maradjon a halálban, hanem eltörlésre kerül, legyőzés valósult meg, amelyet ő tett meg. És ezt a fényt behozzuk a sötét templomba, és amikor harmadszor hangzik el, hogy Krisztus világossága, akkor gyulladnak föl a lámpák. Akkor már egy biztonságérzetet kap az ember, hogy most már jó helyen vagyok, és nem kell félnem. Amikor ezt megtapasztalja az ember, akkor ugye elhangzik a húsvéti örömének. Ez az örömének visszamegyen a történelemben, hogy mi történt az emberiséggel, hogy Isten kiválaszt egy népet, és mi történt az ő kiválasztott népével, és rajtuk keresztül hogyan készíti föl a földön élő minden nemzet emberét arra, hogy részesüljön ebben az örömben,
hogy most már egy új élet kezdődik el számára. Amikor ez az imádság, ez az ének elhangzik, akkor utána jön a Szentírásnak a szavai. Amikor elmékedünk arról, hogy a történelemben Isten hogyan cselekedett, hogyan tette a kötelességét az emberek felé, a teremtett világ felé, hogy megtapasztalja őt. Mert annyira szeret minket, hogy nem akar lemondani rólunk, és azt akarja, hogy ott legyünk állandóan mindig véle. Ezért tette meg azt, hogy az ő egyszülött fiát Jézus Krisztus küldte el erre a földre. Mikor a Szentírás szavai elhangzanak, ami az egy második folyamat, jön a harmadik folyamat, amikor lehetőség van arra, hogy keresztelés és nagykorúság szentségében való részesedés történjen. Hogy akik ehhez a közösséghez akarnak csatlakozni, akkor történjen meg, hogy a közösségben helyük van, mert megtörténik a keresztelésük, újjászületésük, megtörténik az, hogy megerősödnek a hitükben, és ezáltal a keresztény közösség tagjává válnak, és most már ők is oda járulhatnak az Úr asztalához. Ha ez nincsen, akkor a jelenlévő vallásos emberek megújítják keresztségi fogadásokat, hogy kifejezik azt, hogy igen, mi megtartjuk a hitünket, gyakoroljuk, és elkötelezzük magunkat az Úr Jézus mellett, és fogjuk őt hallgatni, fogjuk őt követni. Szentírásnak az elhangzása után, és illetve a keresztelési hitvallás után folytatódik a ünnepi szertartás, amikor megint jelen valóvá válik a nagycsütörtöki esemény, amikor is ugye a kenyér és a bor átváltozik az imádság és a Szentlélek ereje által, hogy az Jézus teste lesz a kenyér, a bor az ő vére. És akkor lehetőség lesz arra újra, hogy megtörténjen a vele való táplálkozás, találkozás. Amikor ez a liturgia része befejeződik, akkor következik a feltámadási szertartás, amelynek van egy nagyon szép imádsága, a hívek és a pap közösen végzi ezt az imádságot, aztán ennek a befejezése után hangzik el, hogy föltámad Krisztus. És ugye válaszolunk rá, hogy valóban föltámad, és akkor ugye az örömnek a énekét fejezzük ki az imádság által, hogy örülünk annak, hogy ami megváltunk, a mennyei atya által valóban feltámadt a halálból, hogy nem vagyunk a halálnak a fogja, hanem mi is vele együtt ugye kiszabadultunk a halálból. És ezért mondja tanításában, ami megváltunk, aki elfogad engem és hisz bennem, bár ennek a földi életnek meg kell szűnnie, hogy utána egy új élet jöjjön helyébe, amely a halál után ugye kezdődik el. Hogy milyen lesz ez az új élet, körbe lehet írni, de teljes mélységét nem tudjuk megragadni, mert az ember értelmünk erre képtelen. De ha hitem megvan, és elfogadtam azt, hogy Jézus mit tett, akkor bízhatok abban, hogy ő egy új élettel fog megajándékozni a föld élet után, de addig ki kell tartani mellette. És amikor ezt az örömhírt megkaptuk, hogy ő föltámadt a halálból, akkor kivisszük a templomon kívülre, hogy mások is hallják, hogy emberek, van újra élet a föld élet után, és ezt, ami megváltunk, Jézus Krisztus mutatja. Ezek a szimbólumok, amelyek most itt vannak, a húsvéti gyertya, az ének, a harangszó,
És az emberek, akik itt most közre működnek ebben a liturgia szertartásában, hát győződjetek meg róla, és csatlakozzatok hozzánk. És így zárul le ez a nagy hét. Aztán még a záró akkordként jelentkezik a húsvét vasárnap. Ugye, amikor Jézus föltámadt a halálból, mielőtt megvirat volna, már a sír üres lett. A mennyei atya és a Szentlélek ereje által ugye föltámasztotta az ő egyszülött fiát a halálból. És húsvét vasárnap ünnepeljük, hogy igen, ő valóban föltámadt. És ezt a föltámadásnak az örömét ugye osszuk meg mindazokkal, akik ebben az ünnepi szertartásban ugye részt vesznek. De ez a húsvéti vasárnap nem merül ki abban, hogy megünnepeltük, hogy Jézus föltámadta a halálból, hanem még 40 napon keresztül ünnepeljük ezt a ünnepet, és a Szentírás alapján kapunk megerősítést abban, hogy a hitünkben ki tudjunk tartani, és újra bizonyságot kapunk arról, hogy igen, merjek bízni abban, hogy ami megváltunk, aki vezet és irányít engem, fogok véle találkozni, és tartsak ki minden megpróbáltatások közepette. Tehát láthatjuk, ahogy a keresztény közösség életében milyen fontos ünnep a húsvét. Ez a csúcspontja a keresztény tanításnak. Ezért mondja az egyik nagy apostol, a Pál apostol, hogy ha ami megváltunk, Krisztus, bár eljött, mindenben olyan lett, mint mi. Szenvedett, meghalt, de ha nem támadt volna föl, akkor nincs értelme annak, hogy te vallásos ember légy, te, hogy egy keresztény közösségnek a tagja legyél, hanem éljed a mindennapjaidat. De miért Krisztus, ami megváltunk, föltámadta a halálból, és így tette teljessé azt a tanítást, amelyet ő képviselt, és amelyet te hiszel, téged is föl fog támasztani, ha elfogadod őt, és csatlakozol hozzá, és hiszed azt, hogy igen, ő lesz az, aki egy új életet fog ajándékozni nékem a föld élet után. Mert az ember lelke mélyén igenis vágyik arra, hogy ő éljen örökké. Vannak, akik ezt ki tudják fejezni szavakkal, de vannak, akik úgy hordozzák magukban, de nem találnak rá szavakat. De mégis megvan benne a vágy, hogy igen, a földi élet után hiszem és vallom, hogy én is föltámadok, egy új életet kapok az én megváltomtól, és vele érhetek örökké.